Ez a nyíregyházi Legó a város és a térség egyik leginnovatívabb vállalata és a munkaerőpiaci bővítés egyik élenjárója, hiszen hamarosan duplájára nő a gyár és így dolgozói létszáma is. A folyamatosan fejlesztő cégnél újabb és újabb munkahelyeket kell majd betölteni, ezért is fontos, hogy megyénkben szakképzett és kreatív munkavállalók legyenek. Az ilyen többek között mérnökök és informatikusok képzése a Nyíregyházi Egyetemen zajlik, ezért a vállalat és az intézmény úgy döntött, eddigi oktatási, kutatási és gyakorlati együttműködésüket szorosabbá fűzik. Az egyetemen keretmegállapodást írtak alá. Szerintem ez egy nagyon fontos megállapodás. Azért is, mert a cégünk fejleszt, a nyíregyházi gyár bővülni fog, így jól képzett munkaerőre van szükségünk. Ezzel a szerződéssel kölcsönösen segítjük egymás munkáját és lehetőségeit. Az együttműködési keret megállapodást az egyetem rektora az év szerződésének nevezte. A Legó tervezi, hogy hallgatóknak és oktatóknak ösztöndíjat fog kiírni. Tehát mondjuk szerszámgép fejlesztés, vagy automatizálás, a robotika területén. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Legó Educationnek köszönhetően a pedagógus képzés is megjelenik ebben a szerződésben, hiszen a Legó Education olyan innovatív oktatási módszerekkel foglalkozik, ami mind az alsó, mind a felsőfokú tanárképzésben nagyon hasznos lehet a mi hallgatóink számára is. Természetesen a Legó szakképzett munkaerőt keres, kínál, igyekszünk megjeleníteni ezt a hallgatóink számára. Ennek eredményeként jelenleg is több egyetemi hallgató dolgozik diákmunkásként vagy gyakornokként a Legóban, az egyetemen pedig egy Legó közösségi teret hoznak majd létre itt az intézmény B épületében.